Miró Cerál szlovén miniszterelnök nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy kirendelik a hadsereget a horvátokkal közös határa, és technikai eszközök segítségével szigorúbb határőrizetet vezetnek be, ha Horvátország továbbra sem csökkenti az áradatot. Vasárnap éjfél óta 5000 migráns lépett be, vagy még vár a belépésre a horvát-szlovén határon. Ránko Ostojić horvát belügyminiszter a sajtónak úgy nyilatkozott, Szlovéniának ugyanazt kell tennie, amit Horvátországnak. Tovább kell szállítani a migránsokat, mondta. A tárcavezető szerint Horvátország betartotta a megállapodást, Ljubljana azonban kerítéssel és kutyákkal fogadta a migránsokat. A miniszter azt mondta, Horvátország azt kéri, hogy az országba érkező bevándorlók felét Szlovéniába szállítsák, a másik felét pedig befogadó központokban szállásolják el. Zágráb szerint eddig 204.126 migráns haladt át az országon. Ránko Ostojić kiemelte, arra is készen állnak, hogy a bevándorlókat egyenesen a szlovén-osztrák határa szállítsák. Eltűntek a bevándorlók kedd délelőtre a horvátországi Dráva-Magyaródról, ahol hétfőn több száz migráns a szakadó esőben és hidegben a horvát és a szlovén határ közé a senki földjére szorult. Az átkelést zűrzavaros jelenetek kísérték, ugyanis a migránsok a szlovén oldalon megjelenő buszok láttán megrohanták a kordont. A szlovén rendőrök sokáig azért nem tudták megkezdeni átengedésüket, mert a tömeg nekifeszült a kerítésnek. A helyi hatóságok vélhetően nem számítanak újabb hasonló helyzet kialakulására, ugyanis a takarítók kedd délelőtre szinte teljesen eltüntették az emberáradat nyomait. Miközben hétfő este még szemét, tűzrakások, eldobált esőköpenyek, elhagyott cipők, takarók, sátrak borították a területet, kedden már minden rendezett volt, helyreállt a gépjárműforgalom is.